A gyulafehérvári liceumi kis szeminárium Erdély egyik legrégebbi iskolája, ahol a papságra készülő fiatalok tanulhattak, vagyis hivatástisztázó szerepe volt és van. A 20. század hajnalán a gróf Majláth Gusztáv Károly főgimnázium nevet vette fel. Azért a püspökét, aki nagy figyelmet szentelt az oktatásnak és nevelésnek, magánvagyonából és papi jövedelméből tanulmányi segélyeket osztott, főleg a középiskolákat vette gondjaiba, amelyekben a jövő vezető rétege nevelkedett. A tanintézmény 1953-tól 1990-ig gyulafehérvári római katolikus kántoriskolaként működött, mint a 4 erdélyi magyar római katolikus egyházmegye főgimnáziuma és kis szeminárium. Abban az időben ez volt az egyetlen erdélyi magyar katolikus gimnázium. Tudni kell, hogy a kommunista időben, egészen a 89-es változásokig magániskolaként szerepelt, tudomásom szerint Erdélyben az egyetlen megtűrt magániskola volt, amelyben kántorképzés folyt. Tehát főképpen, és majdhogy nem teljes létszámban, kántor képzésre jelentkező gyerekek jártak ide. Nyilván kis szemináriumi jelleggel létezett ez az iskola, és most is a kis szemináriumi jellege megvan. Az 1990-es változások során az állami oktatási hálózat bekebelezte, és a liceumi szeminárium nevet kapta. Majd újabb átalakulás, mivel egyrészt a működés elengedhetetlen feltétele lett a pedagógusok és a diákok létszámának növelése, másrészt a szórványban élő magyar gyerekeknek nem volt biztosítva megfelelő körülmények között az anyanyelvi oktatás, az iskola előbb az addigi Caritas által működtetett óvodát vette át, majd a Vasili Goldis iskolában összevont osztályokban tanuló magyar diákokat fogadta be. A szakmai színvonal meghozta az eredményt. A Faripalkó Ilona által irányított óvodában ma már közel 50 kisgyerek tanul, és délutáni program is van. Sikerült odavonzani a szülőket, így egy erős magyar közösség formálódott az óvoda köré. A tanfelügyelőség pedig jóváhagyta az elemi és a gimnáziumi osztályok áthelyezését a modern, felújított fogarasi épületbe, a történelmi várba. További segítséget jelentett a Szent Ferenc Alapítvány Gyulafehérváron létrehozott otthona. Az itt élő gyerekek szintén a gróf Majláth Gusztáv Károly liceumi szemináriumban tanulhatnak. És bár az iskola diákjainak létszáma így sem éri el a törvény által előírt 300-at, mivel egyedüli magyar tanintézmény Gyulafehérváron engedélyezték, hogy 200 tanulóval is működhessen. Azon kívül, hogy egy hitvallásos iskolának vagyok én itt az igazgatója, tehát egy katolikus teológiai liceumnak, nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy gyulafehérvári szinten és a Gyulafehérvár környéki szinten itt lényegében a magyar oktatást mentjük. Az 1-8 osztályban és különösen az 5-8-ban vannak Gyulafehérvár környéki tanulóink. Iskolabusszal hozzuk be őket. Az iskolának a szellemisége gondolom, hogy nagyban meghatározó rájuk is. Vallásfelekezettől függetlenül. A kisiskolásoknak délutáni foglalkozást is biztosítanak. A színvonalas oktatás eredményeképpen a gyerekek tantárgyversenyeken értek el eredményeket, de nagy sikerrel működik a színjátszókör is. Mondja még ki, se bajusz,
utca, se szakálla, nincsen nékem szőrszál. A házszóval te vagy az egyik! Nesze, 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 nesze! Nem is hitták egyéb néven, kopasztályú szűkjegy bátya, ez volt az ő titulája. Ha! Egy szorványszínjátszóra indultunk, ki szerettük volna próbálni, hogy Gyulafehérvárt is képvisel valaki azon a szorványszínjátszón, és Nagyenyeden volt ez a szorványszínjátszó, ahol előadtuk a Bajusz című darabot Arany Jánostól, és a szorványszínjátszón ott a magyarországi fóti közönségünk volt, akik meghívtak szavaló versenyre is októberben. Ott három diákunk szavalt, és előadtuk ott is ezt a Bajuszt. Persze más diákokkal, mivel nem volt lehetőség, hogy elmenjünk mind. És utána pedig előadtuk a szülőknek is évvégén, és előadtuk a tegnap is, a Vajasdon egy farsangi mulatságon, és most pedig elő fogjuk adni újra, ötödik alkalom. Most üljön bele a fürdőbe, hogy a hasznos pára a fejét jól átjárja. A kicsik és nagyok együtt, de külön épületben. A kis szeminárium vallásos, bensőséges légköre, a fegyelmezett életforma példaként is szolgál a kisebbeknek. Az iskola kibővülése előtt a gróf Majláth Gusztáv Károly kis szemináriumot elsősorban azért működtette a gyulafehérvári érsekség, hogy ide jöjjenek azok a fiúk, akik abszolváló vizsgájukat sikeresen letették, és Isten hívó hangját érzik lelkükben. De jöhettek azok is, akik mélyebben meg akartak ismerkedni a kereszténységgel, és katolikus nevelésben szeretnének részesedni. Amikor idejöttem, úgy szerettem volna, hogy milyen jobban megismerni a vallásomat, és valóban közebb is kerültem így Istenhez, magához a teológiához. Teljesen közel jött hozzám Isten, a kápolnába főleg. Így igazán, mintha ott lennék közel az imától. És maga a tanárok, meg a diáktársaim, az itt élők és itt dolgozok, bizalommal fordultak hozzám, és elfogadták a hibáimat, és jó és rossz tulajdonságaimat. És ez amiért igazán szeretem ezt az iskolát. Nehezebb volt az elején, mert nem tudtam, hogy mégis mire számítsak. De most, hogy itt vagyok, és egy fél év után, már én úgy érzem, hogy én kellemesen csalódtam, hogy megvan a szigorúság is, de nem épp annyira, ez nem katonaság, mert sokkal felszabadultabb a program,
az ember szabadidőben azt csinálhat, amit akar. Igaz, hogy nagyobb a szigorúság, mint más iskolákban, vagy otthon nálunk, amilyen iskolák vannak, de szerintem jó, hogy ennyi szigorúság szerintem kell. Ami szerintem a legfontosabb, és amit megtapasztaltam, hogy ez az iskola annyival több, tehát sokkal is több, de ez a legfontosabb, hogy az embert megtanítja a közösségi életre. Tehát embert embernek lenni. Szerintem ez a legfontosabb itt. Azért, mert együtt laktok, együtt éltek? Mert ugye igen. Más iskolában is van. Nem, hanem valahogy úgy másabb, hogy kiállunk egymásért, segítjük egymást, amin tudjuk, amiben tudjuk. Én merem remélni, hogy rájuk tudunk figyelni. Szeretném, hogyha tényleg az lenne a meggyőződésük, hogy ez egy olyan iskola, ahol az emberre ráfigyelnek, és ahol az embert nem csak tanítják, hanem nevelik. Nyilván a szellemi nevelés egy picit félszeg, és nem teljes a lelki nevelés nélkül. Éppen ezért az iskolánkban nagyon komoly hangsúlyt fektetünk a lelki nevelésre. Van időnk annyit együtt lenni, hogy odafigyeljünk a növendékeinknek a problémáira, a gondjaira. Itt lelki nevelés folyik, nagyon jó lelkinevelő van, a Spiri atya, Korom Imre főtisztelendő úr személyében. A prefektusunk, Köllő Tibor főtisztelendő úr szinte apjukként foglalkozik, és gondjukat viseli a bentlakásban. A kis szemináriumban működik a Dzsida Jenő önképzőkör. Az iskola diákjai szerkesztik a Szikra folyóiratot. Az együttlét különböző formái mind a közösség fejlődését segítik elő. Az országos kirándulások, zarándokutak alkalmával a növendékek, osztályfőnökük és tanárai kíséretében a lelki gazdagodás mellett megismerik a helyi és a külföldi, közelebbi és távolabbi kulturális és természeti szépségeket, nevezetességeket. Testvériskolai kapcsolatokat ápolnak a Nagyanyedi Betlen Gábor kollégiummal és a Székesfehérvári Ciszterci gimnáziummal. Ezen kívül számos tudományos versenyen vesznek részt, és külföldi és hazai ösztöndíjban részesülnek azok, akik tanulmányi és magaviseleti előmenetelükkel tanúsítják szorgalmukat és elkötelezettségüket. Azoknak, akik zenei hallással rendelkeznek, az iskola 12 szintetizátorral felszerelt zenetermet és szaktanár biztosít. Így kántordiplomát szerezhetnek. A zene szeretetére is próbáljuk őket tanítani. A zene szeretetére és a liturgia szeretetére, mert gyakorlatilag mindkettő az Isten dicsőítésről szól. Tehát Istent dicsőíthetem az oltárnál, papként, de Isten dicsőíthetem a orgona mellett hitvalló kántorként is. 2010 novemberében a kápolna búcsú ünnepén, Boremói Szent Károly emléknapján a több száz éves múlttal rendelkező intézményben első alkalommal szenteltek orgonát. Így Korom Imre kis szemináriumi spirituális erőfeszítésének eredményeképpen ma már annak az iskolának, amely több évtizede képzi, nem csak a gyulafehérvári főegyházmegye kántorait, egy komoly és minden tekintetben megfelelő hangszere lett. Az orgona külön erkölcsi értéke, hogy a fémsípokat az intézmény egykori diákja Bartis Szabolcs készítette. Thank you.
A székesegyház közelsége, a kispapokkal való találkozások, a paptanárok, a prefektus és a spirituális állandó jelenléte mind-mind meghatározza a fiatal fiúk lelki fejlődését és segít nekik a hivatásuk tisztázásában. A kis szeminárium sajátossága az, hogy a lelki program meghatározó jelleggel bír a mindennapokban. Ez azt jelenti, hogy a napot szentmisével kezdjük, és estémával végezzük. Tehát reggel és este egy fogódzó pont, egy lelki töltetű keret a diák számára Istennel kezdeni, és Istennel végezni a napot. Vannak különböző lelki programaink, mint például amilyenek a lelki napok, a gyónási lehetőségek. Minden szombaton este rendkívüli gyóntatója van az intézetnek, ugye, aki bejön szombat este, és egy órán keresztül nála el lehet végezni a szentgyónást. A székesegyházi vasárnapi szentmiséik. Ezek mind olyan dolgok, amelyeket teherként is meg lehet élni egy diák számára, de meg lehet élni lehetőségként is. És gazdagodási lehetőséget és lelki fejlődés lehetőségét látom én ebben, mert ha bár most nem tudatosítja magában az a 11 néhány éves gyermek, hogy ott mi történik és miről van szó, de egy olyan késztetés, készség alakul ki benne, hogy ez lelki igényévé válik egy életre. Pap szeretnék lenni, és akkor így hallottam, mert unokatestvérem is volt itt iskolában, akkor tőle is, a plébánosomtól, és akkor így döntöttem, hogy ide jövök, nem is bántam meg. Ha még egyszer kellene döntenem, akkor is ide jönnék. Ez a 4 év mindenképpen, akinek hivatása van, aki a Jóistentől hivatást kapott, az mindenkinek mindenképpen egy előkészítés, és mindenképpen egy felkészítés arra, hogy a teológián tovább tanulhasson. Tehát megvan minden lehetőség, hogy az ember felkészüljön arra, hogy a teológián tovább tanuljon. A hivatás az kegyelem, az Isten kegyelme, Isten hívó szavának való engedelmeskedés. Ezt nem mindenki tudja felvállalni. Isten nem hív mindenkit. Viszont Isten mindenkit hív a keresztény életre. Isten mindenkit hív arra, hogy öntudatosan, felnőtt módon vállalja fel a hitét. És a hitben való növekedést, a hitben való gazdagodást, hitünk megismerését gyakorlatilag, ezt szolgálja ez az iskola. Thank you.
miért vagy hálás? Hát, mint említettem, azért az emberségért, a közösségben való életét, hogy ezt meg tudtam tanulni, mert ugye én otthon egyedüli gyerek vagyok, nincsen testvérem, és azért szerintem így sokkal nehezebb lett volna úgy elszakadni, tehát már 19-20 évesen a családtól, mint például 15 évesen. Valahogy így könnyebbnek éreztem. De azért messze van itthon. Igen. Nem volt hol vágyad meg? Volt, sokszor. Még most is előfordul. Pedig már tényleg régi vagyok, de még most is előfordul. A szívem otthon van. És mi az, ami erőt ad ilyenkor? Hát ilyenkor legtöbbször az imádság, a barátok, az előjáróság. Egy szóval minden, itt van. Jó Isten, áldásodat kérem a mai napomra, ugyanakkor napunkra. Áldásodat kérem szüleimre, nagyszülőmre, tanáraimra, előjáróimra, osztálytársaimra és iskolatársaimra. Ugyanakkor segítségedet kérem, hogy sikerüljön az érettségünk, mivel 12-esek vagyunk. Így utólag kérem szentjeid közbenjárását érettünk. Istennek minden szentjei, könyörögjetek érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.